nincsen máshol. Távol a siker mindenféle nagyvárostól, Szabadkától, Csantavírtől és Kanizsától, nem messze van Porontól és Adorjántól. Tóthaluba a kultúra az virágzik, a kocsmákba egy-két zenész mindig játszik, oda jár el a falu népe italozni, a zenészekkel hajnalokig mulatozni. Posta is volt, de már az is be van zárva, mert a posztás mindig csak a kocsmát járta. Néha napján olyan szépen becsittentett, azt hitte a szél hordja ki a levelőket. Végig is van a munkája dicséretes, reggelenként kenyeret süt, nagyon ügyes, oly szép egy süt nézegetik, csodálgatják, másnap meg a disznók elé dobálgatják. Tóthaluba a disznót akarsz eladni, azt egy héttel előbb be kell jelenteni, még a disznót a kocsikra felhajkásszák, a zenészek a nótájukat muzsikálják. Fehér úton a tűzesen akar lenni, azt egy héttel előbb be kell jelenteni, a parancsnokot a kocsmából kicipeljék, hogy időben a fecskendőt felszereljék. Tóthaluba harcás akar lenni, a szerszámokat előbb meg kell kenegetni, a buzákat a kocsira felpakolják, Adorjányi nagy szírozva átszállítják. Adorjányi polgármester az nagyon ravasz, alig várja, hogy kinyíljon már a tavasz, a puskáját a szekrényből előveszi, Tóthaluba a legszebb vadat ő lövi ki. Tóthaluba még a föld alatt is kincsrejtőzik, egymás után az olajkutakat építik, a fürdőbe a csapot megengedik, a víz helyett néha ott is olaj folyik. Tóthalusi futballcsapat is fejlődik, az új labdarúgó pályát építgetik, a lelátó nagyon szépre sikeredett, még a helyi plébános is besegített. Televízió meg rádió minden házban, lelátó a Kolácsev utca derekán van, Sámlin ülő önműködő leadó van, működik is éjjel-nappal szakadatlan.
jöjjönnek, a tótorusi kompolgárnak. Rákerül a helyadó műsorára, mert mindaddig az adásnak nem lesz vége, amíg el nem költözik egy más vidékre. A cirokszedők dicséretet érdemelnek, a cirkot is kézzel vágják, kémét kötnek, a kéméket a kocsikra felpakolják, a tótfalusi nagymacsága feldobálják. Ilyen falu, mint Tótfalu, ez ritkaság. A faluba mindig folyik a szorgosság, disznók buzát földeket rendezgetik, mulatásba az asszonyokat szerelgetik.